Közel 6 millió embert érint a hitelprobléma, akiket többnyire senki nem képvisel, akiket senki nem véd meg. Mi nekünk azt kell elérnünk, hogy a saját önvédelmüket megszervezve meggátoljuk ennek a hármas egységnek, a végrehajtókamarának a garázdálkodását, a korrupt bírói rendszerrel, illetve a ezzel szövetkező maffia rendszerrel. Ez a hármas egység ma Magyarországot kifosztja. Arra kérek mindenkit, hogy önvédelmünk megszervezésére civil társadalmi erőként próbáljuk meg minden egyes kilakoltatást megakadályozni, minden egyes honfitársunknak a lakhatását, a védelmét megszervezni. Úgy legyen! Így legyen! Kérek mindenkit, aki itt van, felszólítom a rendőrséget is, és a végrehajtó kamarának a bent lévő tagjait, hogy vegyék figyelembe azt, hogy a 49/20-as alkotmány fel van függesztve, a 49/20-as alkotmány alapján végzett cselekedeteik alapvetően jogszerűtlenek, és a érvényre juttatását azoknak a dolgoknak, amiket most elhatároztunk, azt, hogy megvédjük magunkat, tűzön vízen keresztül meg fogjuk tenni. Köszönöm minden kedves megjelentek, hogy meghallgatott, nem akarok hosszú beszédet mondani, nem az a célunk, hogy politikai platformokat alakítsunk ki. Most társadalmi összefogásra van szükség a nemzeti katasztrófa megakadályozására. Köszönöm még egyszer, hogy meghallgattak. Konzultálnak, hogy itt tudtam? Azt mondták, hogy meg lehet kérdezni. Nyitvatartási időn. Sikerült nagy nehezen bejutni az épületbe, kis segítséggel. Bent azt tudom mondani, hogy a hirtelen körülnézésemre és ámulatomra közel 30 végrehajtót láttam lépcsőkön és szanaszéjjel az aulába. Természetesen a Császti kívül az összes elnökség és elnökségi tag itt volt és fogadott bennünket. Én nagyon röviden próbáltam elmondani, hogy miért vagyunk ott, meghallgattak természetesen. Majd amikor átadtam volna az általunk megfogalmazott követeléseket, akkor kérték, hogy azt ne adjam kézbe, hanem olvassam fel. És mind a 10 pontot hagyták, hogy fel tudjam olvasni. Majd amikor ezt felolvastam, elmondták, hogy nem az ő kompetenciájuk ebben dönteni, vagy ebben bármit is tenni. Akkor kicsoda? És két órakor, fognak ők erre egy sajtótájékoztatót tartani, és ott elmondanak mindent. Számomra is nagy meglepetés volt, hogy ennyi véhajtó gyülekezett itt most hirtelen össze, és ebből legalább 20 ilyen erős testalkatú emberke volt. És amikor azt mondta, hogy nem az ő kompetenciájuk, ők nem tehetnek semmit, ők megtettek mindent a kilakoltatottak érdekében, akkor egyszerűen elszállt az agyam, és azt mondtam a Császtinak, hogy igenis, ott fog lenni a Koppány csoport minden alkalommal a kilakoltatásokon, és megyünk a házaikhoz. És amikor azt mondta, hogy ő becsületesek, mert a Tamás kérte tőlük azt, hogy ez a pár, ez a 20-25 végrehajtó, aki törvénytelenségeket halmazát követi el, akkor a Császti majdnem, hogy veregette a mellét, hogy milyen becsületesek. És akkor emlékeztettem arra, hogy az egyik tüntetésen a Váci úton éppen egy sajtós kezéből verte ki a fényképezőgépet. Hát ilyen becsületesek, ha ilyen eljárású módszerrel dolgoznak, akkor mi is megtehetjük. Egyszerűen olyan flegma hozzáállással mondtak hárman ottan véleményt erről az egészről, hogy... Éppen ez a sárga, mindenkit jegyezze meg az arcát, éppen ez a sárga volt, aki a Váci úton, neki támadta. Takarodj a francba, te szemétláda! Takarodj a francba! Én a hátam, gyerekű! Én a házat, gyerekű! Hát nem az úr kezdte. De az úr kezdte, mert bemutatott valami. Izomagy. Verbálisan akkor se. Tehát olyat senki nem mondott, az úr mondott először olyat. A Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara tevékenységét, így a kilakoltatásokat és az árverések lebonyolítását is mindig a hatályos jogszabályok,
jelen esetben az 1994 évi 53-as törvény bírósági végrehajtásról szóló törvénynek megfelelően végzi. Az önálló bírósági végrehajtók minden esetben törekednek az adósság békés rendezésére, emberséges rendezésére, ezért az árverezés és a kilakoltatás előtt saját magán segíteni kívánó adósokat maximálisan támogatják és segítik annak érdekében, hogy a kilakoltatás elkerülhető legyen. Nyomatékosítani szeretnénk, hogy a végrehajtásokat nem a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara kezdeményezi. Így azok visszavonására vagy a tartozások elengedésére semmilyen felhatalmazása vagy joga nincsen. A végrehajtási eljárás során kizárólag a törvényben meghatározott módon járhat el egyéb szociális, érzelmi vagy gazdasági mérlegelésre, méltányosság gyakorlására jogköre nincsen. Már előtte közölték, hogy a sajtó képviselőinek nem nyilatkoznak, azt írásban tegyék föl, a mai nap folyamán még lapzárt előtt válaszolnak minden kérdésre. Hát én azt gondolom, hogy nem életszerű ez a felfogás, hiszen azért van itt sok ember, és azért van itt a sajtó, és külön fölhívnám a sajtónak a figyelmét erre a magatartásra. Schmidt úr elmondta, hogy teljesen jogszerűen járnak el mindenben, a törvénynek megfelelően. Ők semmilyen szociális vagy emberi magatartásra nem képesek a jog előírásai szerint. Ennyi volt a lényege a sajtótájékoztatójának, és ezt mondom majd a honlapjukon közlik, és akkor a sajtó válaszolhat, illetve a sajtó felteheti a kérdéseit. Ilyen egyszerű valakit lepasszolni, több ezer ember, több millió ember érdekét, így ilyen könnyen sárba tiporni, igen. Mit is vártunk? Őszintén. Közel 4 éve foglalkozom én és a kollégáim, illetve a csapatunk és a fehér kéményseprők ezzel az úgymond visszaéléses, bank visszaélésekkel, végrehajtói visszaélésekkel és úgymond bűncselekményekkel, ami itt Magyarországon folyik. Jelen pillanatban 4 év alatt odáig jutottunk el, hogy a moratóriumot be tudtuk vezetni, illetve a végrehajtó kamara közreműködésével, a háttérben lévő segítségével a törvény, a végrehajtási törvény módosítva lehet, hogy télen nem lehet senkit kilakoltatni, bár ezt nyomásra tették meg. Jelen pillanatban még mindig úgy áll, hogy a végrehajtó a király, a végrehajtó fölött semmilyen törvény nincs, létre van hozva részükre, számukra egy végrehajtási törvény, ami alapján ők azt csinálnak, amit akarnak. Mi ezt próbáltuk demokratikus módszerekkel többször is a kormány felé, most jelen pillanatban a kamara felé is képviselni, hogy ezen változtassanak, hogy ebben legyenek partnerek, és történjen elmozdulás arról, hogy azért, mert valaki hitelt vett fel, és van joghézag a törvénykezésben, és mindegy, hogy melyiket vesszük figyelembe, vagy melyiket kezdjük el kivesézni, mindenhol működik a joghézag. A joghézagot kihasználva az alvilági csoportok nagyon keményen és nagyon durván gyomorforgató módszerrel és aljas onmond gyilkossági módszereket sem visszavetve, mert szegény emberek az ingatlanból kiugrálva követnek el öngyilkosságot az ő hatásukra. Jelen pillanatban ott tartunk, hogy senkit nem érdekel, senki nem foglalkozik azzal, hogy hitelt vett fel, és azt nem tudja fizetni önhibáján kívül, vagy bármi másokból. Jelen pillanatban a sajtótájékoztató alapján el kell könyvelnünk azt, hogy ránk szükség van, nem ekkora létszámba, sokkal nagyobb létszámba, és mivel itt nem történik a végrehajtó kamara részéről, illetve a végrehajtók részéről segítség abban, hogy a törvénytelen eszközöket igénybe véve ők ne lakoltassanak ki törvénytelen módszerekkel embereket, és amikor a törvénytelen módszereket mondom, az azt jelenti, hogy ott az árverésen vagy végrehajtáson nem rendelkeznek jogerős bírósági végzéssel, nincs utasításuk, felhatalmazásuk arra, hogy ők azt az árverést vagy végrehajtást vagy kilakoltatást végrehajtsák,
vagy foganatosítsák, ők saját hatáskörből nyilatkozhatnak, és dönthetnek úgy, hogy akkor is megteszik, hisz az a hiéna had, akiket magukkal vonzanak az ilyen árverésekre, kilakoltatásokra, ő előttük ők leégnének, és többet soha nem lenne az, akiknek az ingatlanokat, vagy az értékeket, ingóságokat értékesíteni tudnák. Ezért ők mindenképpen meg fogják mutatni, hogy ők a királyok, őket nem érdekli semmilyen törvény, az sem, hogy van végzés, vagy nincs végzés, és azt is el kell mondani, hogy annak ellenére, hogy bárki lobogtatja a bírósági felfüggesztő végzést, ahol a bíróság kiadta ezt a végzést, amíg ők azt hivatalosan, postai úton nem kapják meg, még arra sem kötelesek, hogy azt elfogadják, és abba eljárjanak. Ezért mondom, hogy ők saját döntésük alapján minden törvény felett állnak. Kérésünk a következő lenne, mivel nem állt meg a folyamat, és nem tudtunk itt most dőlőre jutni, szervezzük meg országosan mindenki a saját végrehajtója előtt. Egyelőre az irodái előtt, mivel nyilvános és közterület, és mindenki tudja, hogy hol vannak a végrehajtó irodák. Kis csoportokba menjünk oda, legyenek szervezők, aktív csoportvezetők, akik ezt megszervezik, és 10-15 fővel, 20 fővel helyi szinteken, az országokban, mindenhol, ahol csak lehet, jelenjünk meg, minél jobban hívjuk fel a figyelmet, hogy ez törvényi, illetve szabályozási kérdést kell, hogy a továbbiakban is maga után vonja, igen, és ezt nagyon-nagyon meg kell oldani. Ameddig ez nem oldódik meg, emberek, nem mehetünk haza innen úgy, hogy erre továbbiakban is nem hívjuk fel a figyelmet, és nem mondjuk el a továbbiakban is azt, hogy baj van, nagyon nagy baj van, senki nem teheti le a fejét nyugodtan, mert a végrehajtó nem köteles bejelenteni a törvényei alapján, hogy holnap megy vagy nem megy. A végrehajtó bármikor bemehet az ingatlanban, úgyis, ha valaki nem tartózkodik otthon. A végrehajtó bármit lefoglalhat akkor is, ha a tulajdonos nem tartózkodik otthon. És a végrehajtó bármit megtehet, amit ő saját maga lelkiismerete szerint be tud vállalni. Tudjuk azt, hogy Magyarországon 700 körüli végrehajtó, a végrehajtó helyettesekről és a titkárokról nem beszélek, akik konkrétan végrehajtói tevékenységet végeznek. Ebből 20-25 olyan végrehajtó van Magyarországon, aki nem riad vissza attól sem, hogy az embereket öngyilkosságba vagy gyilkosságba keverje, vagy egyáltalán olyan helyzetbe hozza, amiből már nem lehet felállni. Rajtunk van a világ szeme, mutassuk meg, hogy elmegyünk haza úgy, hogy nem hagyjuk abba, folytatjuk, és minden területen, minden megyében, minden végrehajtó iroda előtt ott leszünk addig, amíg az árveréseket, végrehajtásokat fel nem függesztik, és törvényileg teljesen mindkét fél számára elfogadhatóan nem szabályozzák. Én egy szóval sem mondtam soha senkinek, hogy mi a jogi dolgokba is belefolyunk, de akár a testi épségünk kockáztatásával megyünk a koppány csoporttal, és segítünk maguknak, ha időben szólnak, és figyelmeztetnek erről bennünket. Tehát mi nem foglalkozunk igazán a jogi dolgokkal, de sajnálom ezeket az embereket, akik nem voltak képesek eljönni, saját magukért kiállni, hanem csak önök, mert előbb-utóbb bajba fognak kerülni. Mindenki. Bajba fognak kerülni, de sajnos a helyzet azt mutatja, hogy előbb-utóbb ők is valakihez fordulnak. Ha nem hozzánk, akkor máshova, és segítséget fognak kérni. Ma Magyarországon a politika az kizárólag a pártpolitikáról szól. És a civil politika az valahogy úgy elsikkadt a társadalmi kommunikációban. És ez csak azért van, mert a nemzeti oldal és a nemzeti radikálisok is azt a nézetet vallják, hogy nem kell politizálni. Márpedig politizálni kell, mert minden, ami a saját érdekünkért teszünk, az maga a politika. És ebből fakad az a dolog, hogy a politikát, akárhogy nézzük, a magyar parlamentben alakítják, és az határozza meg, hogy a Magyarország jövőjét. Ebből a szempontból én csak azt tudom tanácsolni minden civilnek, hogy tessék politizálni, ha nem talál olyan pártot, amelyik a megfelelően képviselni a saját, az ő érdekét, akkor jöjjenek össze, itt van az internet, nagy lehetőséget biztosít arra, hogy önszerveződjön a magyar nép.
Senkit nem hagyunk az út szélén!